Aurelia Louise Jones a Hét Szakrális Láng című könyvéből, ami 2004. júniusában került kiadásra, fordította Hatejer Emese. A kozmikus szeretet lángja, a harmadik sugar aktivitás. Adama a planetáris Mahacsohannal, Velencei Pállal. Üdvözletem! Itt Adama. Az a feltételezésem, hogy te és a barátaid szeretni fogjátok a szeretet mindenható lángjának megtárgyalását. Igen, Adama, ez az én vágyam, valamint azoké is, akik velem vannak. Már sok olyan dolog van, amit a szeretetről mondtak és írtak, de mégsem teljesen értik, még a beavatottabbak sem. Mi a felszínen lévő emberek bármennyire is törekszünk a szeretet tudatosságának alkalmazására, még mindig gyakran belezuhanunk az ítélkezésbe és dualitásba. Kérlek, beszélj nekünk a szeretetről még egyszer, hogy a szívünket megtölthessük ezen vibráció finom nektárjával. Szeretett testvéreim és családom, nagyon szeretlek titeket. Mindannyian Teloszban olyan hálásak vagyunk azoknak, akik megkívánják érteni a szeretet misztériumainak sokkal mélyebb szintjét. Ne kedvetlenedjetek el, a teljes megértésetek kialakul, és miközben továbbra is arra törekszetek, hogy kifejezzétek és megtestesítsétek ezt a csodálatos energiát, ezáltal ez tovább erősödik bennetek. Egy napon, egy nem túl távoli napon örömünkre fog szolgálni, hogy végre meghívhatunk titeket vissza közénk, a szeretet és fény földjére. Köszönöm, hogy megadtátok nekem ezt a lehetőséget, hogy a szeretetről beszéljek. Habár egy kéksugaras mester vagyok, a szeretet témájának megvitatása továbbra is a kedvenceim közé tartozik. Először is hadd adjak némi hátteret. A szeretet lángja egy Isten hét lángjából, ami a bolygón működik az emberiség számára. A szeretet a frekvenciák, tónusok és színek széles sokoldalúságában terjed ki, kezdve nagyon világos rózsaszintől a legmélyebb aranyrubin fényig, ezerféle szeretet sugár kombinációjában. A szeretet egy ragasztó és vibráció, ami az Isten összes teremtményét összetartja, együtt, tökéletes rendben, harmóniában és fenséges szépségében. A szeretet a végső gyógyító és regenerátor. Velencei Pál mester az, aki most a szeretet harmadik sugarának hivatalát fenntartja, miután ő maga az Isten szeretetének tiszta lángjának megtestesülésévé vált a bolygón. A harmadik sugár a szívcsakrához kapcsolódik, felnagyítva az isteni és emberi én szeretetét. A szeretet isteni minőségei többek között a mindenütt jelen valóság, az együttérzés, a kegyelem, a jóindulat és a vágy, hogy Isten legyen, a Szentlélek szeretetén keresztül cselekedjen. A kozmikus szeretet örökkévaló lángja az uralma alatt áll, Velencei Pálmester a Mahacsohán hivatalát is tartja a bolygó számára. Ebben a pozícióban, a hivatalban kifejezi ebben az időben az energiát, amit Szentlélek hivatalaként ismertek. Ez egy nagyon összetett és csodálatos hivatal, amely sok kötetet tölthetne be egy könyvben. A szeretet lángjának templomaiból és spirituális asramjaiból számos van a bolygón. Van egy csodálatos szeretett templomunk itt Teloszban is, és vannak szeretett templomok a fényösszes föld alatti és éterikus városaiban is, nem csak ezen a bolygón, hanem ebben és más univerzumokban is. Velencei Pál mester egy francia férfi volt az utolsó inkarnációjában, a harmadik sugár éteri spirituális asrámjának őrzője volt a Szabadság kastély alatt Dél-Franciaországban. Van egy másik spirituális asrám a naptemploma alatt New York városban is. A szeretet Elohimjának egy spirituális asrámja is létezik, Herosz és Amora. A szeretet ikerlángjai vezetése alatt a Winnipeg-tó körül
Manitouban, Kanadában, és egy másik megdöbbentő templom került létrehozásra és megőrzésre, a harmadik sugár arkangyalai által, a szeretet ikerlángjai, Samuel és Charity által St. Louisban, Missouriban, az USA-ban. Hadd szóljak most egy pillanatra a szeretetről, mint az egyetlen igaz és állandó erőről a teremtés mindenségében, és ezután meghívom Velencei Pált is, hogy szóljon hozzátok. A szeretet nem egy szó, ez egy eszencia, egy erő, egy hatalom és egy vibráció. Ez az élet. A szeretet a legmegfizethetetlenebb elem és vibráció az egész létezésben. Egy örökké dinamikus, élő erő. Ez az aranyszekér, amely meghaladja az időt és eltávolítja a teret. A szeretet a fény elsődleges anyaga, amelyből minden dolog létrejött. Ez egy egységes erő, amely minden dolgot egyben tart. A szeretet mindent tartalmaz. A szeretet intenzitása meg tud gyógyítani, és át tud alakítani mindent. Ahogy nem létezik valódi elválasztó akadály az emberi én és a nagy kozmikus én között, nincs igaz elválasztó akadály az emberi szeretet és a krisztusi szeretet között. Csak az intenzitásában és szeretetében különbözik. Az emberi szeretet megtestesülése és felerősítése néhány milliószorosan. Vannak azok az inkarnációban, akik a szeretetet gyengeségként látják. A szeretet természetesen nem gyengeség, de a legnagyobb erő. A szeretet a legfontosabb isteni minőség, amit finomíthattok vagy művelhettek. Ennek ereje fent tud tartani minden dolgot, örvendezni minden dologban, és dicsőíteni minden dolgot. A szeretet állandó erő, amelyből életenergiákat és harmóniát vonhattok ki. A gyógyító gyöngétsége minden dologba behatol, és minden szívet beburkol. Amikor az ember a szeretet ezen nagyszerű Isten adta tehetségét kifejleszti, akkor meg lesz a kellő ereje ahhoz, hogy megteremtsen és megidézzen bármit a szeretet által látott, megtisztított spirituális látomásából. Azok számára, akik tökéletesítették a szeretet tüzét, a félelem már nem létezhet. A felettes énetek képes arra, hogy azonnal hatalmas mennyiségű emberi negativitást transmutáljon át tiszta szeretetté és fényé. Amikor a szeretet ezen nagyszerű ajándékának elsajátítása az egyik fő céllá és vágyjá válik az életetekben, amikor az égető rögeszmévé válik, amit többé nem lehet megtagadni és elutasítani, akkor ez beteljesülté válik. Az ilyen ember a szeretet olyan hatalmas befogadójává válik, ami a dicsőség falait hozza létre az egyén körül, és semmivel sem kevesebb, mint a tiszta szeretet érintheti meg őt újra. Azok számára, akik megvalósítják a szeretet ezen isteni ajándékát, a fénybirodalmai szélesre nyílnak, és minden hatalmat ismét megadnak nekik. A szépség, a fiatalság és a vitalitás az összes isteni tökéletességben, hatalom és bőség fenségben, az Isten elméjének minden tudása és az összes spirituális attribútum teljes mértékben való helyreállítása, a tökéletes szeretet ajándékai, az Istenhez és az isteni jelenlétekhez való imádkozás a szívetek összes energiáival, hogy megnyissátok magatokat isteni Krisztus szeretetére, engedjétek meg, hogy ezen szeretet kezdetét vegye, az imádat és hála egy dalának eléneklésével a szívetekben. Hagyd a szíved felemelni az örökkévaló örömmel és hálával, ami a szíved dalaiból fakad, és ez a nagy szeretet a tiéddé válik. Bárhol vagytok, a magasabb birodalmak összes erejé és kincsei meg fognak ajándékozni titeket a mennyben és a földön, örökre az örökké valóságig.
A menny ezen kincsei isteni ajándékok és minőségek, miközben felszabadítja a rejtett Isten adta potenciálokat az énjén belül, a megszentelt szívén belül, az isteniségetek székhelyén. Ezek az ajándékok és erők, amelyekkel Isten mindannyiótokat kecsegtet, ez az ő terve a teljes helyreállításotokért, isteni létezőként, mivel türelmesen várja, hogy teljesen elfogadjátok őket. Mindannyiótokban tárolódik a kozmikus bankszámlátok, amelybe az érdemeiteket vagy letétbe helyezik, vagy visszavonják. A következő világban az emberiséget nem a javaik, vagy emberi tanulmányaik alapján értékelik ki, sem a Földön betöltött pozíciójuk vagy megbecsülésük alapján. Egy embert olyannak látnak, amilyen ő, a spirituális megvalósítás szintje szerint. Amit isteni lényi válásáért gondolt, tett és érzett, az egyetlen értékelhető mérték. Ez a Krisztus fény, a tiszta szeretet öltözéke, a ragyogó erő és szépség öltözéke belülről származik, ahogyan az egyén elkezdi lefektetni önmagának a kincseit a mennyben. A fény magasztalt fehér öltözéke, amelyel meg fognak ajándékozni, az a kiáramló érdem, amely a szeretetből, az együttérzésből, a könyörületből, az érzékenységből, a hálából és a dicséretből származó letétekből származik. Ahogyan felkened önmagad, hogy kifejezd ezt a krisztusi szeretetet, örvendezve a megvalósulás e dinamikus kincseinek, miként a menny teremti annak jólétét és korlátlan kamatját a kozmikus bankszámládon százszorosára szaporodva. Igen, és még ennél is többet. Most, hogy némi ízelítőt adjak nektek, az emberiség lelkeinek legtöbbjében, a jelen időkben még mindig ég a szívükben a szeretet lángja 1-3 milliméternyit egy szinten. Sokan az igyekezet és az elszántság révén nagyobb szintet értek el, de még mindig vannak irányok, amerre mehettek. Amikor a szeretet tüzei a szíveteken körülbelül 2,5-2 méter 70 cm magas lángon égnek, tudni fogjátok, hogy elértétek azt, amit el kellett végezni, hogy hazavigyenek a fény szárnyain, és bebocsátást nyertek a halhatatlanok közé. Ejha! Ez csodálatosan hangzik, Adama. Ezt el akarom érni. Köszönjük, hogy újra emlékeztettél minket. Tudtam erről a csodálatos szeretetről, de nem tudtam megérteni. Mi az, ami visszatart minket attól, hogy felfedezzük az isteniségünket annak teljességében ettől az égő vágytól, hogy tökéletes szeretetet érjünk el? Számos tényező van, és néhányat meg fogok említeni. Kitalálhatjátok a többit. Nem mindegyik vonatkozik rátok személyesen, de általában több tényező is alkalmazható a legtöbb emberre különböző mértékben. Legelső a motiváció és éberség hiánya. Túl kevés hittel az ilyen ígéretekben. A következetesség hiánya az elhatározásotokban, hogy elegendő időt és energiát fektessetek be a spirituális fejlődésetekbe, ami spirituális letargiában tart benneteket és egy szellemi negatív egyensúlyban. A felemelkedés és szeretet iránti vágyatok még mindig egy közömbös emelvényen vannak. Addig, amíg ez nem válik egy égő vágyja a szívetekben és a lelketekben, annyira nagy mértékben, hogy nem élhettek nélküle, nem tudtok elég szeretetet, erőt és energiát generálni ahhoz, hogy elérjétek az evolúció e szintjét. Azt fogom mondani, hogy legtöbben egyfajta spirituális lustaságtól szenvedtek. Túlságosan elfoglaljátok magatokat, ezt téve a helyet, hogy ezzé válnátok. Sokan közületek, akik lefektették a spirituális céljaikat, akkor találtok egy kifogást, hogy elkerüljétek az elköteleződéseteket feléjük. Sokatok még nem szánt időt arra, hogy komolyan leüljetek önmagatokkal, hogy leírjátok a spirituális céljaitokat erre az inkarnációra. Komolyan gondoltatok már arra,
hogy hogyan fogjátok elérni ezeket a célokat? Hányan vagytok teljes megértésben arról, hogy miért is választottátok az inkarnációt itt ebben az időben? Azt javasoljuk, kezdjétek most azzal, hogy belevágtok az összes tennivalótok listájába, félig és belevéssétek önmagatokat az istenségetek igaz szeretetének fejlesztésébe és integrációjába. Ez időt vesz igénybe. Az én szeretetét és a folyamatos kötelezettség vállalást, ez egyszerűen nem történik meg magától. Sokan közületek túl sok életen át a véletlenre bíztátok a fejlődéseteket, és még mindig itt vagytok fájdalomban és hiányban. Valójában nincs fontosabb számotokra, hogy ebben az időben megcsináljátok. Ne felejtjétek, hogy amit ma tesztek, holnap fogtok tenni, és amit tegnap tettetek, nagyon rövid távú hatással van az életetekre. De amivé isteni lényként, emberi tapasztalatban inkarnálódva váltok, veletek marad az örökké valóságig. Azt fogjátok mondani nekem, de Adama, megélhetést kell találnunk, és gondoskodnunk kell a harmadik dimenziós kötelezettségeinkről. És én azt mondom nektek, igen, tegyétek, és fontos számotokra, hogy gondoskodjatok mindennapi életetekről egy fedhetetlen spirituális nézőponttal. A mindennapi élet keretein belül építitek fel a karaktereteket, és fejlesztitek a belső istenetek elrejtett minőségeit. Ha helyesen rangsoroljátok a céljaitokat, és megtanuljátok megfelelően kezelni az időtöket, el fogjátok engedni a tevékenységeiteket, a társadalmi és más tevékenységeket, amik a mi nézőpontunkból az időtök és energiátok pazarlása. Mindannyian képesek lennétek legalább napi egy órát találni, vagy többet befektetni a spirituális életetekbe, és lelki közösségben az isteni énetekkel. Elengedhetetlen, hogy mindannyian sokkal hatékonyabban kezdjétek el kezelni az időtöket. Ez része a tanulásnak, hogy a bölcsesség egy mesterévé váljatok. Legyetek kreatívak. Hogyan várhattok arra, hogy a szeretet és az istenség egyesüljön az istenségetek egyik aspektusával, ha nincs igazi érdeklődésetek az ebbe való időbefektetésre, abban, hogy megismerkedjetek azzal? Elkezdhettek kevesebbet trécselni, többet töprengeni a belső Isten csodáin és ragyogásán. Meditáljatok vagy szemléljétek meg a belső istenségeteket, miközben a lényegetekben sétáltok. Csökkentsétek le a televíziózási időket, cseverészésetek időtartalmát, mivel nem szolgálja spirituális fejlődéseteket. A legtöbbetek kevesebb időt tölthet a boltokban. Majdnem mindannyian rabjai vagytok annak, hogy még több dolgot vásároljatok, mint amennyire tényleg szükségetek van, ami csak az otthoni rendetlenséghez járul hozzá. Ez pénzt is takarít meg, amelyet fontosabb törekvésekre használhattok. A fénybirodalmában meg vagyunk hökkenve, és zavarban vagyunk, hogy látjuk, hogy mennyire függők vagytok a vásárlástól, és a bevásárló központokba való keringéstől, folyamatosan új szerkentyűket keresve, hogy megvegyétek azokat. És ez egy egész nemzedék szokásává vált. Vettétek az adást? Igazán van? Van még néhány olyan tényező, amely emberi szokásotokat még megemlíthetnék, amik a harmadik dimenzióban ragadva tartanak titeket, de rátok hagyom a többi felfedezését. Szánjatok időt arra, hogy felülvizsgáljátok az életeteket, és megtudjátok, hogy miért vagytok itt, és hová tartotok. Szánjatok időt arra, hogy megalkossatok egy spirituális tervet magatok számára, és ígérem, hogy soha nem fogjátok megbánni. Háromféle ember van. Azok, akik megtörténtté teszik a dolgokat, azok, akik nézik, hogy mi történik, és azok, akiknek fogalmuk sincs arról, hogy mi történik. Ha a felemelkedés kocsiban szeretnétek hajtani ebben az életetekben, be kell lépnetek azon emberek kategóriájába, akik a dolgokat megtörténtté teszik. Ez azt jelenti, hogy aktívan kell megteremtenetek és törekednetek mindenre, amire szükséges,
a forrásotok számára, hogy bebocsátást nyerjetek a felemelkedés nagy termeibe, a lehetősége rendkívüli ablakába, a felemelkedés véget ebben az időben. Máskülönben egyszerűen nem fog megtörténni számotokra ebben a ciklusban. Ez nem társaság által fog megtörténni, hanem az állandó erőfeszítéseitekkel és elhatározásotokkal teremtitek meg. A napi megtisztulás és átalakítás folyamatához ragaszkodnotok kell, addig, amíg ez szó szerint nem történik meg. Nem számít, mint kell átmennetek néha, hogy egyensúlyba kerüljön minden tartozás az élet felé. Ha szívetek tüze elég magasan ég, akkor ez a szeretet készen áll arra, hogy az összes lehetséges szenvedést és csapást könnyedséggel és kegyelemmel kiálljátok. Nagyon drága és tömör vagy a magyarázataidban, Adama. Az vagyok. Azért, mert sokan kifuttok az időből. Túl sokáig halogattátok. Egyre kevesebb időtök van, hogy magatokhoz öleljétek ezt az utazást a bolygószinti felemelkedés nagy partijáig. Legtöbben alábecsülitek az elkötelezettség komolyságát és szintjeit, ami szükséges egy tudatos szinten való fizikai felemelkedéshez. Természetesen mindig lesz egy másik lehetőség egy későbbi időpontban. És 2012 nem a vég volt, ugye, hanem a felemelkedési ciklus kezdete a bolygó számára. Azok, akik halogatják most ezt, nem felelnek meg a követelményeknek időben, és minden bizonnyal meg fogják bánni ezt. Most meghívom Velencei Pált, hogy beszéljen veletek. Szívem szeretett gyermekei, üdvözöllek titeket a szeretet lángjában. A Szentlélek kegyelmének áldásaiban mindig megtalálhattok engem, üdvözölve a szívetekben, az érzéseitekben és a lelketek mélyén. Gyengéd, mint egy tiszta fehér galamb, amely a tudatosságát szimbolizálja, a Szentlélek kegyelme és alázatossága, kiterjeszti a lényének áhítatos dallamának édes gyengéd ritmusát, amit a nyugati elme gyakran figyelmen kívül hagy. Amikor egy ember a hallgató kegyelem helyére ér, amikor számos énjének nyughatatlan energiáinak összessége megnyugszik és elcsendesedik, akkor az történik, hogy a Szentlélek szépsége, kegyelme, áldásai és jelenléte kiáramlik. Miként a galamb szárnyai a magasságba, a szabadságába viszik őt megnyilvánulva a létezésben, nem annyira a tevékenységben. Amikor az egyén, az isteni én vezettetése szerint él és szolgál, akkor boldogság és teljesség van abban a szolgálatban. Amikor az egyén új hajtóerőt fejleszt ki, egyre nagyobb kihívások vannak, és mindkettő elengedhetetlen az érett tudathoz. Amikor a tanítvány életforrása komoly és őszinte, és arra törekszik, hogy mindig a tökéletes helyen legyen, ahol az én vagyok jelenlét bölcsessége azt kívánja, hogy épp ott legyen. Az élet akkor mindig együtt fog működni és irányítani az életforrást, ahol a legnagyobb szolgálatot és előrelépést lehet elérni. Szavaink olyan kristálycsészék, amelyek a szeretetet és békét az emberiség külső tudatába viszik, akik a szellemi barátságra és a kellemes szövetségre emlékeznek velünk belső szinteken. A háromszoros láng mágneses ereje révén a szívben a legmagasabb birodalmak mestereinek figyelmét felkelthetik a nagyobb segítség véget. Az emberiség által tapasztalt szerencsétlenség, frusztráció és szorongás egyik fő forrása az a képesség és hajlandóság, hogy ne engedelmeskedjenek saját egyéni én vagyok jelenlétük
isteni utasításainak, és ne engedelmeskedjenek a fény felemelkedett mestereinek, az általuk nyújtott vezettetéseiknek és útmutatásaiknak. Mindig van választás, az isteni jelenlét irányába való örömteli, vidám, hajlandó, megvilágosult engedelmesség és fegyelem között, és a szándékos és tudatlan, visszautasító, visszaélő szabad akarat között, ami tökéletlenséget teremt. Ez egy személyes választássá és üggyé válik minden ember és az ő istenük között. Mindaddig, amíg az emberi faj minden tagja el nem éri a személyes vágyat, hogy Isten akarata szerint cselekedjen, és a szeretet törvényei szerint éljen, addig nem élvezheti a folyamatos boldogságot, vagy a győztes eredmény örömeit, amely békét, bőséget, határtalan és korlátlan szeretetet, és egy spirituális kiterjedést hoz magával, ami még nem ismert a külső elmétek számára. Az ember nem egy pillanat alatt pusztította el a tudatos kapcsolatot a saját egyéni én vagyok jelenlétével, és egy pillanat alatt sem képes újból létrehozni egy ilyen kapcsolatot. Ez a megkülönböztetés és állandó éberségének egy jól kifejlesztett érzékét és a motivációk tisztaságát, meghatározását, türelmét és kitartását igényli az én vagyok jelenlét szívének ajtajához. Az Isten jelenléte vár, várakozik a lehetőségre, hogy rajtatok keresztül szolgáljon. Az élet gyönyörű, szerető mindenható, atya, anyja állandó hallgatózásban áll. Bármikor, amikor őt hívjátok, ő válaszolni fog a mindenható jelenlétének rohamával és szeretete által teremtett és előkészített eszközein keresztül. Az élet anyjának, atyának szeretett gyermekei, ha látnátok a szemetekkel, látnátok a Szentlélek közelségét is, amikor ártatlan alakotok kiszáll az ágyból, és a lábaitokat a földre helyezitek, hogy az aznap ösvényét járjátok, akkor megérthetitek a külső én gorombaságát, hogy a jelenlétet megvárakoztatásban tartja. A jelentéktelen dolgok közepette, néha egy nap, egy hét, vagy egy életen átjár az ember, és az Isten jelenléte még mindig vár a lehetőségre, hogy megtöltse a kelyheteket kegyelemmel, békével, bőséggel, gyógyulással és szeretettel. És így szeretett gyermekeim, az emberi tapasztalat fátyla mentén haladva, ne feledjétek, amikor a lábatok minden reggel a földre lép, hogy Isten jelenléte várja, hogy a napotokat az istenségetek teljességével töltsétek meg, ha úgy döntötök, hogy meghívjátok. Emlékezzetek ma, miközben ezeket a sorokat olvassátok vagy hallgatjátok, az Isten jelenléte várja, hogy mindannyiótokat megáldjon a szeretet és béke teljességével minden megértésen túl. Invokáljátok ezt a jelenlétet minden nap, minden órájában, hogy feltöltsön titeket a szeretettel, békével és harmóniával, és ez kegyelemmé válik az életetekben, hogy megtapasztaljátok ezt könnyen és tökéletesen. És elmondom most nektek a Szentlélek tanítványainak magatartási kódexét. Legyetek mindig tudatában annak a törekvésnek, hogy megtestesítsétek az isteniség teljes kifejeződését, és e célból szenteljétek a lényetek összességét erre, és szolgáljátok ezt mindvégig. Tanuljátok meg az ártalmatlanság leckéit. Sem szavak, gondolatok, sem érzések által ne okozzatok rosszat, vagy az élet bármilyen részét sértve. Tudva, hogy a tetleges és a fizikai erőszak a szenvedésben, fájdalomban és halandóság birodalmaiban tart titeket. Ne keveredjetek bele a testvéreitek érzelmeinek tengerébe gondolkodás nélkül, vagy szándékosan. Tudjátok, hogy a vihar, amelyben a szellemét helyezi, előbb vagy utóbb
a saját életforrásotok partjaira is beárad. Inkább mindig nyugalmat, szeretetet, harmóniát és békét idézetek elő az összes életnek. Különítsétek el magatokat a személyes és planetáris illúziótól. Soha ne engedjétek meg önmagatoknak, hogy a kicsi éneteket jobban szeressétek, mint az univerzum harmóniáját. Sétáljatok gyengéden a Földön és a világegyetemen keresztül, tudva, hogy a test egy szakrális templom, amelyben a Szentlélek lakozik, békét és megvilágosodást hoz az életbe mindenhol. Tartsátok a templomotokat, fizikai test, mindig egy tiszteletteljes és megtisztított módon, a szeretet és az igazság szellemének lakhelyéhez illően. Tisztelve és becsülve, gyengéd méltóságossággal az összes többi templomot is. Tudva, hogy gyakran valaki durva külsején belül nagy fény ég. Föld anya ajándékait és gyönyörűségeit finom hálában, ne gyalázzátok meg őt értéktelen, megalázó gondolatokkal, hangokkal vagy érzelmekkel, vagy olyan fizikai cselekedetekkel, ami kifosztják a szűzies szépségét. Tiszteljétek a Földet, az anyát, ami az evolúciós ösvényeteknek ad otthont. Ne formáljatok, és ne ajánljatok fel a véleményeteket, ha csak erre ösztönzést vagy kérést nem kaptatok, az imádság és invokáció után tegyétek. Beszéljetek, amikor Isten úgy dönt, hogy rajtatok keresztül kíván szólni. Más alkalmakkor legjobb kevesebbet beszélni, vagy békés csendben maradni. Engedjétek a szíveteknek a hálát és az örömöt énekelni az Istenhez. Mindig legyetek hálásak mindenért. Mindazért, amit kaptok, és azért, amivel a mostani pillanatban rendelkeztek. Lépjetek kapcsolatba az élet folyójával, a szeretet és bőség folyójával, ami a szent szíven belül rejlik. A beszédben és a cselekvésben legyetek gyengédek, de méltósággal, amely mindig elkíséri az élő Isten jelenlétét, ami a lényetek templomában él. Folyamatosan helyezzétek a lényetek minden képességét és a természetetek összes belső kibontakozását az isteni hatalom lábaihoz, arra törekedve, hogy az együttérzés tökéletessége manifesztálódjon, amikor találkozik a nélkülözésben élőkkel. Hagyjátok, hogy a szavaitok gyengéden, alázatosan és szerető szolgálatban szóljanak. Ne engedjétek meg az alázatosság benyomásának, hogy letargiával tévesszék össze, mivel az Úr úrnő szolgálata, mint a nap a mennyekben, örökké éber, és folyamatosan önti a szeretet ajándékait azoknak, akik megnyitják szívüket, hogy befogadják őket. Utazás a szeretett kristályrózsa láng templomába. Adama Velencei Pállal. A szeretet sugarának egyik éterikus temploma, Samuel és Charity, a harmadik sugár arkangyalainak szeretett lángja által van fenntartva. Ez Észak-Amerika déli oldalán, Missouri államban, St. Louisban helyezkedik el. Az isteni szeretet egy ívet képezve egy hidat formál e spirituális ashram és a harmadik sugarú Elohimok, Heros és Amora éterikus birodalmainak temploma között, ami Winnipegtónál található Kanadában. A szeretet sugarának kisugárzása e különleges templomokból a kreativitás egy áramlata. A szeretet lángja ezen spirituális asramjából támogatja a szív nagylelkűségét, adakozását, adását, megbocsátását és könyörületét. A szeretet óriási energiája egyszerűen átmos minden mást és segíti az embert, aki meglátogatja ezt a templomot, hogy megőrizzen még többet a szeretet minőségéből maga számára és a világ számára. A spirituális ashram lángját és oltárát
Krisztus szívéből a Teremtő szívébe való élet áramlásának ajánlották fel, és ezután az ember szívébe való áramlásnak is. Most szerettem, gyere velem, a Szentlélek energiája elkísér, Velencei Pál mester szeretetén keresztül, a szeretet e különleges templomához. Hunyd le a szemeidet, és vegyél néhány mély lélegzetet. Határozd meg a szándékodat, hogy velünk jössz az éterikus járműben, amit most bemutattunk neked. Lehet, hogy van, lehet, hogy nincs erről tudatos emléked, de az előnyök ugyanazok. Használd a képzeleted ajándékát, hogy élénk benyomást keltsen arról, amit bemutatunk majd, és az utazás lenyomatot képez a lelkedben és a sejt emlékezetedben. Ha szükséges, akkor hozzáférhetsz nem feltétlenül az összes részlethez az emlékből, hanem az energiákhoz, amelyeket e tapasztalat révén fogsz kapni. Azt is vedd tudomásul, hogy minél többször veszel részt az ilyen típusú utazásokon, annál jobban támogatod a saját illúzió fájtlaid eltávolítását, amik blokkolják a magasabb vibrációjú emlékeidet és észleléseidet. Kérd meg a felsőbbénet, hogy segítse elő e utazás számodra és veled, és nyisd meg a szíved azért, hogy ez megtörténhessen a belső síkokon, amilyen magas szinten csak lehetséges. Most keresztül utazunk a téren az otthonodból egészen a Sasta hegyben lévő szeretet kristály rózsalánk templomába. Érezd a szeretetet, a szeretet kristály rózsaszirmainak illatát körülötted áramlani, még mielőtt megérkezel. Annyira áldott vagy. Ez most kiváltság számodra, hogy személyesen elkísérheted a Szentléleknek, önmagának a planetáris képviselőjét, és ez valóban egy ritka eset. Hagy osszam meg veled ebben a teremben, hogy ez a szereteted és a hűséges odaadásod az ösvényed számára, ami lehetővé teszi neki, hogy megadja neked ezt a kegyelmet. Lélegezz be! Lazulj el teljes mértékben a tapasztalatban. Mélyülj el a lélegzetedben, hogy lehetővé tedd magad számára, hogy visszahozd a legnagyobb léleklenyomatot, amit létre tudsz hozni. Ez segíteni fog számodra abban, hogy harmonikusabb és közvetlenebb módon javítsa az utad. Most megérkeztünk a hatalmas áttetsző kristályrózsa elé, egy több rétegű domba. Ez nem olyan, mint amit valaha is a külső világban láttatok. A nyelvetek szókincsében nincsenek szavak e szerkezet leírására, olyan csodálatos és elegáns, amelyet Samuel és Charity arkangyal szeretetének kreativitását mintázza. A tiszta szeretet energiájának ragyogó sugarai a dóm központi pontjából kerülnek kibocsátásra, hogy a teremtő szeretetét több száz mérföldre a légkörbe sugározzák ki minden irányba. Egy csodálatos jelenetet láthatsz. Engedd meg magadnak, hogy a bársonyos kristályrózsás szőnyegen sétálj, amely a lábad alatt a templom ajtajáig terjed. Mivel maga Mahachohan társaságában vagyunk, nem kell megmutatnod a beutazáshoz szükséges útleveled az ide való bebocsátáshoz. Azért, mert az arkangyalikus frekvenciák olyan magasak és ritkák, hogy egyetlen lelket sem engednek be ide, ha nem képesek a szeretet és a harmónia negyedik dimenziós frekvenciáinak fenntartására, mindenkor.
és a bölcsesség mestereinek egyike kísérbe. Ahogy közeledsz a bejárati ajtóhoz, a szeretet sugár néhány angyala, akik körülbelül 3,5 méter magasak, meghajolnak a Mahacsohán nagyszerű fénye előtt, és szintén meghajolnak a fényem előtt, és a te saját fényed előtt is, felajánlva neked a bejáratot. Mindannyiótokat, aki ide belép a jövőben, elkíséri a templom őrzői közül egy. Ez a templom 3-szor nagyobb, mint a Vatikánban lévő katolikus templom, és sokféle dimenziós energia részleget tartalmaz a templom számos tevékenységéhez. Olyan területre kerülsz, amely kényelmes lesz a saját szívfejlődésed szintje számára. Most átkelsz egy hosszú folyóson, tele több ezer szeretetláng angyallal minden méretben. Ezek az angyali lények a legkisebb keruboktól a legnagyobb szeráfokig terjednek. Igazából az angyali királyság, mint a 12 rendje, az összes dimenzióból képviseletre kerül itt. Miközben a folyóson sétálsz, sok helyen a tiszta szeretet energia szökőkútjai és vízesései törnek elő eltérő helyekről. Az energiák, amik ezekből a szökőkutakból és vízesésekből sugárzódnak ki, a szeretet és a hála dalait éneklik szüntelenül a teremtő szívéhez, az Isten anyához, és a bolygón fejlődő összes birodalomhoz, az összes dimenzióba. Ez magába foglalja a felszíni emberiséget is. Ha megengeded, a szeretet melódiái megolvaszthatják a szívben hosszú idő óta felhalmozódott salak és szemét nagy részét. Hallgass és engedd, hogy a szíved egyesüljön a szeretet energiáival, amik a szeretet örökkévaló folyóinak vizeiből jön elő. A szeretet tiszta fehér galambjai, nagyobbak, mint amilyen galambok a felszínen vannak, kiküldik a gyógyító sugárzásokat. Szállj időt arra, hogy megnézd, érezd, és figyeld meg Isten szeretetének csodáit, amik arra várnak, hogy megajándékozzák azokat, akik szeretnek élni, és engedelmeskednek a szeretet örök törvényeinek. Senki sem siettethet most téged. Ne feledd, az időtlenség zónájában vagy. A harmadik sugár virágainak, növényeinek és gyümölcseinek számos fajtájának szeretett dalait tisztelik most e templom ösvényén. Engedd meg magadnak, hogy megkapd ezt az illatot és melódiák édességéből származó gyógyítást. A galambok is össze akarnak kapcsolódni a szíveddel, felkínálva a vígaszt az utazásodon vissza majd a jelenléted napjához. A mágikus, tiszta szeretet energiáit ábrázoló folyósó az itt eltöltött tapasztalatok része. Ha bármilyen kérdésed van, tedd fel, mindenkinek megvannak a maga angyali útmutatói vezetői, akik várják, hogy válaszolhassanak. Lásd most egy bejáratot a jobb oldalon. A vezetők azt ajánlják neked, hogy kövesd őket a kozmikus szeretet örök lángjának nagy termébe. Ez egy másik láng, amely folyamatosan ég,
hogy dicsőítse a Teremtőt, mindenek atyát és anyját. A kozmikus törvény szerint az összes bolygó megkapja a Teremtő szeretetét és energiáit, és ennek egy részének minden nap vissza kell térnie hozzá, amelyet azok szívének tüze idéz elő, akik ezeknek a bolygóknak a lakosai. Ezen a bolygón, mióta a felszíni emberiség elhanyagolta ennek megtevését az idő eonjai óta, miközben a háborúba és elkülönültségbe utazgatott, mi Teloszban és sok más lény a belső földről és más föld alatti városokból teszik ezt a ti érdeketekben. Folytatjuk ezt addig a napig, amíg mindannyian elég lelki érettséget értek el ahhoz, hogy visszatérjetek a kegyelem és hála szintjéhez, a Teremtőtök önmagához. Akik a Kristályrózsa templomnak ajánlják fel a szolgálatukat az életben, szintén táplálják a szeretet örök lángját, a szívük szeretett tüzein keresztül. Amikor folyamatosan égő lángot mondunk, az elemekre értjük, amik táplálják és fenntartják a lángot, amely folyamatosan ég a szeretet tüzéből azoknak, akik ebben a templomban szolgálnak. Valójában az összes cselekedet egyesül a szeretet másik templomaival, megtartva ugyanazt az energiát, létrehozva a fény egy hálózatát, amik táplálják a földön élő összes civilizációt és különböző birodalmakat. Ez a láng annyira szelíd és erőteljes, kicsit több mint 30 méter magas, és körülbelül 3 méter széles. Szilárdságának ereje a gyengétség hatalma. Ez boldog, vidám és játékos, amely magába foglal minden áldást, amivel a Teremtő kívánja megajándékozni a teremtményeit és a szíve sok gyermekét. A nagy lelkűsége korlátlan. Vegyél most egy lélegzetet még mélyebbre be a testedbe. Kapcsolódj össze mélyen a lánggal, engedd meg ennek, hogy csordultig teletöltse a szíved kamráját, és lazulj el a szeretet karjában. Milyen csodálatos! Amikor úgy érzed, hogy a szíved teljes űrtartalmát feltöltötte, csendesen visszatérhetsz a kristály merkabáthoz, ami kívül vár rád, hogy visszahozzon a fizikai testedbe, mély hálával mondj köszönetet Velencei Pálnak a kegyelemért, amivel megajándékozott ma. Amikor kész vagy, nyisd meg a szívedet és gyere vissza a testedbe. Ezekkel a szavakkal most lezárjuk meditációnkat. Arra kérlek, hogy tudatosan térj vissza ide, amikor úgy érzed, hogy a szíved tüzeit egy nagyobb fokra kell emelned. Sok szeretetet hozok nektek Teloszból, a szeretetünk számotokra tiszta és feltétel nélküli, és készen áll rá, hogy elkísérje a lépéseidet az utazásod végéig. A csoport nevében nagyon köszönöm Adama, mindazért, amit értünk teszel, és köszönetet mondok Velencei Pálnak a szeretetért, a kegyelemért és az áldásokért, amelyekkel megajándékozott minket ma. Annyira különlegesnek érezzük magunkat, hogy első kézből kapjuk meg ezt az információt. Nagyon hálás vagyok. Nagyon hálás vagyok. Szívesen, szeretteim.